Idén kevés napraforgó és kukorica termett az előző évekhez képest. Erről érkeznek hírek szerte az országból, az őszi aratási munkák végéhez közeledve. Megyénk ezzel szemben kiemelkedően szerencsés helyzetben voltak két növény esetében. A napraforgó a 20 mázsától a 40 mázsáig fordult elő, itt a megyékben az idén is. A tavalyi évben megnéztem, ez 2,9 tonna volt hektáronként, és most is a 2,8-at meghaladtuk ebben az aszályos időszakban, és akkor itt megint jönnek az árak, hogy a tavalyi évben egy ilyen 130 ezer forint volt tonnája, most pedig meghaladta a 200 ezer forintot tonnája a napraforgónak, úgyhogy elmondhassuk, hogy egy szerencsés évet zárnak azok a napraforgó termelők, akik az idén ezzel a tevékenységgel foglalkoztak. A mennyiség mellett a minőséggel sem volt gond. A napraforgóhoz hasonlóan a kukorica termés is jól alakult Szabolcsban. Míg országosan a csapadék hiány jelentős gondokat okozott, nálunk ha csak az utolsó pillanatban is mindig volt elég eső. Ez a magas felvásárlási ára párosulva jó helyzetbe hozta a megyei gazdákat. Noha a tavalyi rekordtól idén elmaradt a termés átlag, az még így is jónak mondható. Ennek ellenére több helyen látni a megyében a földeken kinmaradt betakarítatlan kukoricát. A kamara megyei elnöke ennek okáról is beszélt. Magasok a szárítási költségek, és kivárnak vele, hál' Istennek eddig jó napos őszünk volt, és várták, hogy a lábon adja le a nedvességet, mert a gázár miatt megnövekedtek a szárítási költségek. Lehetnek ezek a jelek is. A napraforgóból meg én azt gondolom, hogy azokat a napraforgót láthassuk még lábon, és 97%-ig be is van takarítva a mi megyénkben is, amiket majd ilyen pirítani fognak és kézzel fogják leszedni. Én azt gondolom, hogy akik ilyen olajos napraforgót vetettek, azok már mind raktárban vannak. Ez a 3% ez már ilyen lehet. Míg a szakemberek korábban azt hangoztatták, hogy a gazdálkodóknak érdemes időben lekötniük a termésüket, az elmúlt két év erre rácáfolt. A tapasztalatok szerint most nagyjából a felére vagy attól kevesebbre szerződnek le előre. Rácz Imre szerint ezt az arányt érdemes megtartani a jövőben is.